Szeretettel köszöntelek! Az információ fontosságáról és hasznosságáról beszélek ebben a videóban. Kívánom, hogy segítséget nyújtson az életedben, legyen számodra hasznos, informatív, és adjon a kezedbe olyan útmutatást, amit forgathatsz, használhatsz, és a saját életed vonatkozásában, a saját viszonylatodban maradéktalanul hasznosítani tudsz. Milyen információ is az, ami körülvesz bennünket? Mi az, amire rágerjedünk? Mi az, ami megérkezik hozzánk? Mi az, ami lepattan? Tényleg megmarad az információ, vagy elvész egyik fülemen be, másikon ki? Van egy mappa a kezembe. Ezen a mappán itt látszik pöttyöt. De ez a pötty igazából, ide ragasztottam egy gumilabdát, a kisfiam gumilabdáját. Pontosan azért, hogy bemutassam, hogy az információ is ehhez hasonló. Attól, hogy én ezt egy pöttynek érzékelem, attól ez még egy térbeli ábra, egy labda, egy gömb. Na, hasonlóan vagyunk mindannyian az információval. Lehetséges, hogy bizonyos szegmenseket látunk az életünkbe. Van egy hatalmas torta, és te megkóstoltál már bizonyos szeleteket ebből a tortából, de a torta egy egész, és attól még, hogy én egy szeletbe kóstoltam bele, és azt láttam, attól még lehetnek egyéb szeletek is benne. Tehát attól még, hogy én ezt egy pöttynek látom, egy más perspektívából ránézve, bizony egy térforma, és más információt is hordoz. Szóval, miért állok itt most, és beszélek? Azért, hogy útmutatást adjak, hogy egy újabb perspektívából is rá tudj látni arra, hogy milyen információ vesz téged körül, és mi az, amire képes vagy rágerjedni, és mint egy mókuskerék tekered az életbe, hajtod azt a valamit, azt a módot, azt a minőséget, azt a kapcsolódást, és magad se tudod, hogy miért. És de jó lenne kiszállni már belőle, de jó lenne ebből a munkahelyi történetből, ez a párkapcsolat egy kicsit döcörgős, jó lenne rendbe rakni, jó lenne a családomba is rendbe rakni egy-két dolgot. Most erről beszélgetünk. Csongor és Tünde meséjét fogom elmondani nektek. Csongor és Tünde teljesen hétköznapi szereplők, 21. század elejé járunk. Csongor és Tünde egy párkapcsolatban élnek egymással. Az életükben megismerik az információ megmaradás törvényét. Mégpedig azon keresztül, hogy Csongornak a nagyszülei, a nagypapája már nem él, de a II. Világháborúban végigkísérte az élete ezt a történelmi, nagyon nyomasztott helyzet végigkísérte az ő életét. Éheztek, nyomorogtak, fáztak. 30 éves volt Csongor nagypapája, amikor ezt a nélkülözési programot olyan mélyen megélte, olyan trauma volt számára, hogy mentálisan beleroppant. Mentálisan beroppant. Csongor 30 éves, Tündével együtt élnek, amikor egy olyan mentális kibillenés következik az életében, a hullámok összecsapnak a feje fölött, és depresszióba zuhan. Keresik az okát, kutatják. Úgyhogy Tündével kéz a kézben, néha veszekedve, néha szeretetben, járják ezt az utat, hogy hogyan is vannak ezek a dolgok. Csongor és Tünde bekapcsolódik az újrajátszási kényszerbe. Az újrajátszási kényszer a pszichogenetika által bizonyított törvény, ami arról szól, hogy az életünkben addig és addig újra és újra játsszuk ugyanazt a drámát, képes vagyok újra élni, újra játszani ugyanazt a traumát, akár krízist, amíg az az esemény feldolgozatlan. Tehát a kiszállási pont
egy ismétlődő eseménysoron, ami ismétlődik az élethorizontunkon, az életvonalunkon, az az, hogy helyes, érzelmileg intelligens választ kell rá adni, és a felismerést, az önismeretet, a felismerést követően ez szerint kell cselekedni. Tehát ezt követően, miután te felismersz önmagadban valamit, az aktív cselekedet az, ami a későbbiekben képes úgy kondicionálni mind a biológiai kompjúteredet, mind a környezetedet, ami eddig ugye provokáció alatt volt, hogy képessé tesz téged egy trauma leszelidítésére, amit esetleg a generációs felmenők, tehát a családban megéltél, vagy a család által hozott. Mi a jó hír az információról való széles spektrumban való gondolkodásban? Az, hogy képes vagy változtatni, az információ az nem determinál, hanem egy lehetőséget ad neked, mindannyiunknak, felhívja a figyelmünket eseményekre, emberi működésekre, dolgokra. Szóval Csongor és Tünde bekapcsolódik az újrajátszási kényszerbe, felismerik, hogy mint egy mókuskerék tekernek ők is az életükbe ezt, meg azt, ami nem tetszik nekik, de nem tudnak kiszállni. Csak nyomasztódnak időnként át, stresszelnek, konfliktus van, veszekedés van. Csongor életében, miután 30 évesen depresszió hullámai csaptak át rajta és bezuhant, úgy gondolja, hogy no, itt a hétvége, most aztán férfinek érezzem magamat, kimegyek a kertbe, gondolja Csongor, és akkor teszek-veszek. Kimegy, vágja az ágakat, metzi a fákat, meglát egy téglakupacot, és azt mondja, na, itt az idő, erőm van, férfi vagyok, most ezt odébb pakolom, rendbe rakom. És pakolja a téglákat, pakolja, és egyszer csak megemeli magát, és áll a dereka, na, talicska le, épp hogy le, ezt valahogy bevánszorog a szobába. Nem, hogy férfinak nem tudja érezni magát, még munkaképtelenné is válik, mert másnap be se tud menni dolgozni. Mi ebben az újrajátszási kényszer? Az, hogy később felismeri, hogy a nagypapája, a Csongor nagypapája a II. Világháborúban, a nyomorban, a nélkülözésben, amikor egy szenes kocsi megállt, a szomszédokkal, ismerősökkel rohantak oda, ki mihez fogott, zsákot fogtak, zacskókat, hogy minél több szenet két kezükkel kaparva, lapáttal, kézzel tudjanak betömköcölni, hogy legalább egy hetet tudjanak minimális meleget biztosítani a családnak. Szóval a nagypapa rohan, rakja a szenes zsákot föl a hátára, hogy pucolás, és mi történik? Megroppan a dereka. Mozdulni is alig tud. Úgyhogy szégyen ide, szégyen oda, szén, mint meleg a családnak, ellátás, férfi minőség, ide vagy oda, azt a szenes zsákot le kellett raknia, és hazakullognia. Örült, hogy egyáltalán hazaért a két lábán. Ugyanennyi idősen Csongor megéli ezt a programot, mert nem került rá semmilyen válaszadás erre az érzelmi drámára. Ez akkor ott egy családi trauma volt, hogy akkor még sincs szén, nem lesz meleg, megfagyunk. És ennek a dramaturgiát, mint egy újrajátszási kényszer, visszagyűrűzik Csongor életébe, és lejátsza. Szóval nem érzi magát férfinek, munkaképtelen, alig tud mozdulni. Utána megismerkednek a predesztináció történetével, a predesztináció törvényével, amit szintén a pszichogenetika bizonyított. Ez egy viselkedés mintázat, egy élő esemény horizonton lévő dolog, egy olyan viselkedés mintázat, amit a család fenntart. Ide tartozik az összes téves hiedelem, hitrendszer, az örökölt genetika, most itt szándékosan idézőjelben mutatom, tehát az örökölt genetikai történeteknek a teljes tévejgése, téves hiedelmei, hogy ne foglalkozz veled, nagyapádnak is ez volt, apádnak is, nem baj, fiam, majd túl leszel rajta. Hát ez nem feltétlenül így van. Nem csak a pszichogenetika, a hullámgenetika, az új medicina is bizonyította, hogy minden egyes testi
elváltozás, legyen az betegség, elváltozás, mentális kibillenés, mentális beroppanás mögött érzelmi trauma, egy érzelmi traumasorozat, krízis, érzelmi megrázkódtatás van. És az emögött lévő információ, ez nem vész el. Ez itt rezeg, lebeg, hullámzik a környezetünkbe, a mi terünkbe, ahogyan az enyémbe, úgy a tiédbe is, és Csongor Tünde életében is. Csongornak a nagypapája és a nagymamája elég nagy ellentétben élik a párkapcsolatukat. Állandóan veszekedés van, cseppet sem mondanám szeretetteljes kapcsolatnak. Szóval megy a veszekedés. Nagymama állandóan támadja nagypapát, nagypapa vissza, a zsörtölődés. Megszületik a fiúk, Csongornak az apja, aki kiválaszt egy olyan feleséget, anyát Csongornak, akin keresztül ugyanúgy megélheti azt a viselkedés mintázatot, amit ő a szüleitől megtanult. Hát ebben élt, hogy veszekednek az embere. Szóval kiválasztja Csongor anyját, és végig kíséri a párkapcsolatukat, már nem napi szinten, de azért hetente összetűzésbe kerülnek, nem vitáznak, lehet értelmesen vitatkozni. Veszekednek, egymásnak feszülnek, egymás ellen mennek, mint emberpartner az emberpartnernek. Mi ebben a viselkedés mintázat, a tanult dolog és az áthozott, hogy Csongor kiválasztja Tündét. Párkapcsolatot létesítenek. Azt gondolják, hogy megfogtuk az Isten lábát, mert annyira hasonlóak vagyunk, hát de jó, úgy összeillünk. Hát persze, a pszichogenetika bizonyította, hogy a párkapcsolati annyira ez az összeillesztés. Emögött van egy hasonló trauma karakterizálódás, egy hasonlóan felvett vagy megélt trauma, lenyomat, egy pszichés lenyomat, egy érzelmi mintázat, egy lenyomat. Azt érzem, hú, de hasonló vagyok. Hát igen, mert ő is hasonlót élt meg. Viszont közösen ki lehet szállni ebből a történetből. Szóval Csongor beválasztja Tündét, ők is veszekednek egymással, ó, már csak nagyon ritkán. Egyébként, ha megkérdezünk őket, azt mondják, hogy nagyon jó a párkapcsolatom, remek. Tündi az Isten nő, Csongor meg az Isten, de közben azért már nem hetente, de ez havonta össze tudnak veszni. Szóval felismerik, hogy van predesztináció, az a viselkedés mintázat, amit viszek tovább. Csongor nagypapája 35 éves, amikor cukorbeteg lesz, inzulinrezisztens lesz, a hasnyálmirigy lesz érintett. Az új medicina igazolta, hogy az állandó hadakozás, ellenkezés, undor konfliktus következménye egy hasnyálmirigy elégtelen működés, ami miatt a cukorháztartás egyensúlya felborul. Viselkedés mintázat, egy viszonyulás gördíti tovább, szóval Csongor apja is az állandó hadakozás konfliktus miatt szintén inzulin érintett lesz. Majd Csongor belép a 35. életévébe, ahogy a nagypapa is, és a házassága krízist él meg Tündével, és inzulinrezisztens lesz. Hát erre azt mondja a család, hogy ó, ne is törődj vele, ugye jön, hát csak örökölt. Hát azért Csongor ebben nem törődött bele, úgyhogy utána járt a történetnek. Kiderül, hogy ez egy olyan viselkedés mintázat, az ellenemelés program, aminek lett egy ilyen testi, fizikai következménye. Ezzel viszont lehet jól dolgozni, és ki lehet szállni ebből a körből. Csongor és Tünde ezen túl vannak, és úgy gondolják, hogy hát azért mégiscsak jó pár vagyunk, hát akkor jöhet a gyerek. És akkor ráállnak erre, jöjjön. A baba meg nem jön. Nem jön. És várják. És tesznek ezt, azt, sok minden lépést. Aztán egyszer csak Tünde megfogan. És 10 hetes várandós, amikor elvetél. Ráállnak tovább. Úgyhogy megfogan következőre is. És a következő foganásánál szintén 10 hetes, amikor jön az édesanyja Tündének, és így beszólogat neki, hogy hát remélem lány lesz az unoka, jaj, hát én egy kislányt úgy szeretnék, azt egyszerűen öltöztetni, hát tudod, a fiúk olyan rosszak, meg bla bla. Tünde meglepődik, hogy
De hát hazamegy, azt mondja, egyik fülemembe, másikon ki, lepattant róla. Biztos? Információról beszélünk, az információ megmarad. 10 hetes várandós, picit kevésbé érzi jól magát, úgyhogy pihen is. És aztán gondolatok jönnek. Tünde megtámadja a magzatát. Mert olyan gondolatai jönnek, elkezd azon filózni, hogy hű, biztos, hogy jó ötlet volt most ez a gyermek, hogy így Csongorral is néha azért így veszekedünk, meg a körülmények se annyira alkalmasak, anyám is állandóan jön, így beszólogat. Ezzel megtámadja a saját magzatját. Tehát ahelyett, hogy egy védelmet, egy biztonságérzetet adna önmaga élete példamutatásaként, ez egy támadás a magzat felé. Édesanyám elbizonytalanodott, tehát nem engem véd meg, azon gondolkodik, hogy majd a körülmények megfelelőek-e. Ugyanígy 10 hetes várandós, Csongor is megtámadja a magzatot. Ez nem derül ki, csak később majd, amikor elmondja, hogy azon gondolkodott, hogy vajon tényleg Tünde a megfelelő anya. Jó döntés volt ez, amikor előtte egy hónappal azon vaciláltunk, hogy hát, lehet, hogy inkább el kéne válni. El is vetélt, na, akkor nem való ez nekünk így együtt. De aztán mégis együtt maradtunk, hát, azért csak erős pár vagyunk, meg hát azt is mondták a szomszédok is, hogy milyen jók vagytok ti együtt. Hát együtt maradtunk. És még 23 ilyen gondolat jön Csongornak a fejében. Nem mondja ki egy szóval se. De a gondolat is információ. Megmarad? Körülveszi az ő terüket? Berezeg a családi légkörbe? Érzékeli ezt a rezgést, ezt a hullámzást? Tízhetesen a magzat? Igen. Megszületik Danika. Hopp, fiú lett. Úgyhogy Tünde, anyukája kicsit. Na, se baj, majd nadrágot veszek a pici unokának, gondolja. Dani cseperedik. És észreveszik a szülők, hogy hoho, olyan szorongó ez a gyerek. Olyan furán viselkedik, mindig olyan visszahúzódó szorong feszeng, néha úgy le is fagy, úgy ledermed, kicsit olyan tompinak is tűnik ilyenkor. Mi lehet ezzel a kölyökkel? Na, majd az óvoda rendezi, na, majd az iskola rendezi. Úgyhogy gördül tovább Danika élete, iskolás lesz, iskolás, 10 éves. Amikor olyan krízist él meg az iskolai életében, nagyon komoly tanulási akadályozottságot, nagyon komoly tanulási nehézségeket, szociális helyzetekben nehezen nyit, tényleg szorongó. Az aggódás az, ami a napjait alapvetően így átitatja ebbe az életkorába. Csongor és Tünde összeteszi a két kezét, azt mondja, már bármit megtennék, csak jól legyen Dani. Azt mondja, hogy már bármit kifizetnék, csak a gyerek jól legyen. Jönnek ugye a szövege. Bármit megadnék a világon, csak jól legyen a gyerek. Na, ha annyira bármit megadnátok, szóval Csongor és Tünde végül úgy dönt, hogy elvisszük pszichológushoz Danikát. Na, majd ő megmondja, hogy mi van. Szóval Danikát elviszik a pszichológushoz, aki van annyira rátermet, hogy azt mondja, hogy Dani nyugodtan menjen hazajátszani a nagyszülőkkel, és Csongor és Tünde maradjon egy picit beszélgetni. Elbeszélgetnek. És Csongor és Tündének megviláglik az élethorizontjukon egy információ, hogy önmaguk a felelősek azért, ahogyan Dani jelenleg éli az életét, és ahogyan az iskolai nehézségek kialakultak nála. Ráállnak az önismeret útjára. Csongor és Tünde veszi a fáradtságot, szentel rá időt, energiát, ez egy óriási befektetés, és úgy dönt, hogy mint pár, mint család, mint édesanyja, édesapa, akkor teszünk ezért, hogy jól legyen, mert felismertük, hogy rajtunk, többnyire rajtunk múlik. Az információt nem lehet csak úgy kitörölni, szóval szakember segítségével alámerülnek, és elkezdik feltérképezni a családi esemény horizonton, mind az ő életükbe, a saját viselkedési mintázataikat, a családi viselkedési mintázatokat, az újrajátszási kényszereket,
a megmaradó információból azokat, amelyek irányítják, hát jelenleg ők úgy érzik, hogy determinálja az életüket. Ez egy figyelemfelhívó. Jó dolog, lehet vele dolgozni, lehet vele haladni tovább. Szóval Csongor és Tünde halad vele tovább. És ebben a feltérképezési munkafolyamatban kiderül, hogy Tündének a nagymamája kétszer abortált gyermeket. Megszakította az életüket. Tünde anyukájának is volt egy abortusza. Senkinek nem beszélt róla. Jó, mélyen be a szőnyeg alá, tám még ugrálunk is rajta. Ugye, stúc politika. Besöpörjük a szőnyeg alá. Ismerős, szerintem mindannyiunk életében a családi krónikában olyan gyönyörű, szépen megírt dolgok vannak. Nálad is, nálam is, másnál is, hidd el. Csak a szőnyeg alá van söpörve, és nagyon szépségesre a krónika arról zeng, hogy hű, de gyönyörű férfi volt nagyapád, mindig minden rendben volt. Holott az érzelmi traumák, süty, besöpörve. Jól eltakartuk. Szóval, felismerés, ráismerés, önismereti folyamat, belemegy Tünde is, és kiderül a nagymamának két abortusz, édesanyának egy abortusz, nem beszélt róla, majd egy vetélés az édesanyának 10 hetesen, és utána megfogant Tünde. Az édesanya azonban annyira szorongó volt, hogy úristen, hát már egyet vetéltem előtte, hát jaj, vajon megmarad-e? Na, annyira aggódott, hogy Tünde miután megszült, ő is felvette, alkalmazkodott ahhoz a karakterhez, amilyen információt kapott az anyukájától. Az aggódás volt az alapkarakterológia? Igen. Szóval Tündének az alapkaraktere lett az, hogy egy aggodalmaskodó ember. Az édesanyja és a nagymamája, Tünde családi horizontján, ugye a felmenők, mind megtámadták a magzatukat. Elvették az életüket az abortusz által. Ezt most én nem ítélem, nem bírálom, ezek tények, én az információról beszélek. Felejtsük el az ítélkezést és a bírálatot. Egyrészről azért, mert bárki életét, hát nagyon könnyű egy komfortzónából elítélni, de amikor benne vagy, akkor egy picit más a kép. Szóval felejtsük el az ítélkezést. Maradjunk az információnál. Az információ tény. Ezzel érdemes dolgozni. Miért? Mert lehetőséget ad arra, hogy változtass, és kecmeregj ki a saját mókuskerekedből. Szóval Tünde, Csongor, kéz a kézbe úgy döntenek, na mi kiszállunk ebből a mókuskerékből, itt vége, feltérképezzük. Szóval rájöttünk, hogy a saját anyádunk, nagyanyád megtámadta a magzatot, akkor ezért volt az, hogy te 10 hetesen azon kattogtál, és megtámadtad a magzatodat, hogy ez elég jó lesz-e. Ráadásul Csongor is átvette ezt a dinamikát, mert ő sem kapott védelmet, amikor az édesanyja hasába pocaklakóként fejlődött. Szóval a támadástól való félelem az olyan erős volt Tünde életében, az ő eseményhorizontján, hogy ezt az információt vitte tovább, az ő anyaméhe, ezt szeretném, hogy tud, hogy az anyamé sejtmemóriája mindent rögzít, ami abortusz, vetélés, várandóság programokkal kapcsolatos, azt is, mindent, tökéletes pontossággal rögzíti. Egy abortusz, egy vetélés program után született fogant gyermeknek a sejtmemória azt az információt, mint SOS jeladás le fogja közvetíteni. Hogy figyelj, mert itt megtámadott magzatok voltak. Nagyon figyelj. Erre mit csinál Dani, hogy ő is egy megtámadott magzat, a saját édesanyja, és egy feldolgozatlan trauma sor következtében az a nagymamája és a dédmamája által visszahúzódik, ledermed, alig mozog. Amikor Tünde és Csongor ultrahangra jár, azt mondják, hogy hát alig mozog ez a gyerek. Hát igen, mert ő azt az alkalmazkodási karaktert, egy karaktermaszkot, egy fantom karaktert vesz föl, ami a túlélését biztosítja. Mi ez a túlélés biztosító alkalmazkodás? Az az, hogy hát itt se vagyok, ugye Danika, mint pici mondod, itt se vagyok, összehúzódok, írtok picikére, akkor észre se vesznek, és akkor nem nyírnak ki.
Szóval az életindító programjába, az indító programba az kerül be, hogy úgy élek túl, ha észre se vesznek. A természetben hasonlóan van ez, a tengerben jön a cápa szemből. Mit csinál az ember? Vagy lefagy, megdermesz, talán még a szemedet is becsukod, ez egy túlélési ösztön, ledermesz, nem fogsz kapálózni, ledermesz. Mert akkor van esélyed arra, hogy a szemből jövő támadó, a ragadozó, ami a valós életben egy agresszív személy, egy beszólogató, egy elnyomó, ismerős. Jön ez a támadás szemből, és te lefagysz. És akkor azt érzed, hogy jaj, már kommunikálom, már beremeg a hangom válaszolni, és alig tudok neki, aztán hazamész, és akkor jön az, hogy a francért nem mondtam, ott helybe meg csaptam vissza volna. Hát addig nem tudsz, amíg ezt fel nem dolgozod a saját esemény horizontodon, a saját életeseményed, traumáját, hogy a lefagyás, a ledermedés program az honnan jön. Ezt meg kell dolgozni, és akkor utána fogod érzelni önmagadon, hogy hú, de jó, mennyit változott az, hogy sokkal flottabbul tudok reagálni más ember megközelítésére a dolgokra, a konfliktusokra, mennyivel jobban meg tudom oldani. De mögött érdemes feltárni az igazságot, az információt, ami van, ez körülvesz, itt rezeg. Miért rezeg itt körülöttünk? Egyáltalán honnan jön ez? Miért veszi föl a gyermek? Te miért vetted föl magzatként az édesanyját pocakjába? Van egy DNS struktúránk. A DNS-ünk, ugye ezt tudod, egy ilyen tekervényes szerkezet. A nagyárkokban hidrogénkötéseken fehérje molekuláris szerkezetek vannak. Ezek a fehérjék rögzítik az információt. A kromoszómáinkat gének alkotják. Ezeknek a géneknek van egy mező alakja. És ez a mezőalak az, ami irányítja a szervezetnek a fejlődését, ezt a hullámgenetika bebizonyította. Tehát nem az anyag az, ami elsődlegesen irányít, hanem az információ. Tehát nem az anyag hat rád és a babádra, a gyermekedre elsődlegesen, hanem a rögzített fény és a rögzített hang. Ez egy hullám. Hullám, fény és hang. Frekvencia. Ez mindenhol ott van. Hát biztos tapasztaltad már, hogy csak gondolsz valakire, a legjobb barátodra, barátnőd, és egyszer csak megcsörren a telefon. Mert ő már a kezében tartotta előtte is, a gondolati hullámai elindultak, és te arra a hullámra rá vagy kapcsolódva. Hát nem tudsz nem rákapcsolódni. Teljesen mindegy, hogy 11 ezer kilométerrel arrébb történik-e, vagy itt. Mindegy, hogy itt éled-e meg a családi drámát, vagy elköltözöl Ausztráliába, nem tudsz elmenekülni, az információ megmarad. De a jó hír, hogy ez figyelemfelhívó, hogy lehet aktívan cselekedni, lehet érte tenni, lehet kiszállni a gördített kerekekből, olyan, mint egy CD lemez. A kompjúter felírta egy CD-re. És amikor megnyomják a play gombot, mert valami triggerel, beingerel téged, miért? Mert van egy újrajátszási kényszered egy adott élet helyzettel. Újrajátszási kényszered mondjuk a munkahelyeden az arrogáns főnök kiválasztása. Mert az apád is az volt egyébként, meg van egy nagyapai történet mögötte. És akkor ebbe az újrajátszási kényszerbe vagy. Munkahelyet váltasz, de már megint a főnök ugyanaz, már megint ugyanabban a cipőben vagyok. Te teljesen mindegy, hova menekülsz. Hát nem tudsz, az információ ott van, viszed magaddal. Átköltözöl Ausztráliába? Megteheted, attól még anyád konfliktusait viszed magaddal. És a születendő gyermeked felveszi. Hát felveszi, átitatódik ezért. Mert elsődlegesen nem az anyag, hanem az információ irányít, a gének mező alakja miatt. Ez egy igazolt kvantumfizikai tény. Ezzel viszont lehet dolgozni. Tehát elsődlegesen az anya, az apa, a közvetlen környezet gondolkodása, viselkedési mintázatai, viszonyulása, tehát a külső-belső viszonyulása az, ami hat rád. És amikor újrajátszási kényszerben vagy, akkor
te magad vagy az az ember, aki provokálja a környezetet, hogy a környezet olyanná váljon, hogy te megélhessd a saját drámádat. Anyámat 11 évesen majdnem megerőszakolták. Hát éppen már el is kapta az űrge, de pont nem történt fizikai aktus. 11 éves vagyok, amikor loholnak mögöttem, hát meg akarnak erőszakolni, és futás kera. Mert újrajátszás kényszer van, mert anyám a szőnyeg alá söpört, és senkinek nem mondta el. És én hazamegyek, és én sem tudom senkinek elmondani, mert se az anyám, se az apám nem az a partner, akire lehetne támaszkodni. Szóval besöprés. Aztán később kijön. Hol jön ki? Például 11 hetes várandóságnál. Amikor az a félelemprogram, az a riadalom, a támadásnak az emléke, mondjuk egy vetéléshez vezet, akár. Tehát megmarad az információ, szóval rendkívül jól lehet vele dolgozni. Hogyan? Most már tudod azt, hogy elsődlegesen a környezet, apa, anya, a közvetlen környezetnek a viselkedése, a viszonyulása az, ami befolyásolja a gyermek karakterét. Karaktermaszkot képes fölvenni, alkalmazkodik mindig, tehát meg tudsz tenni mindent annak érdekében, azért, hogy az egészsége egyensúlyában maradjon, mind fizikailag a gyermeked, és te is, mind mentálisan. Szóval ez a gondolkodásmód, a te viszonyulásod, viselkedés sorozatod, ez az, ami elindítja a gyermeknél a vezérlő kompjúterébe, a vezérlő biokompjúterbe, az agyba, azokat a fehérjék és a más jellegű anyagoknak a gyártásához szükséges programokat, amelyeket önmaga számára legyárt, és ez alapján viszi tovább az életét, fizikai szinten is, érzelmi szinten is, és gondolkodásmódban, szellem szinten egyaránt. Csongor és Tünde eljut oda, hogy felismerték az információ megmaradás törvényét. Látják már az életükben az újrajátszási kényszereket. Nagyon sok predesztinációra ráismertek, viselkedés mintázatokra, hiedelmekre, amiből ki lehet szállni. Hogyan szállhatnak ki ebből a mókus kerékből? Úgy, hogy az önismereti munkán és a feltárás útján maradnak, haladnak, és a feldolgozatlan traumákat, kríziseket, konfliktusokat asztalra vele kiteríteni. És akkor ezeket a traumákat le lehet szelidíteni. Megszüntetni nem, ez illúzió. Leszelidíteni viszont igen, és azzal már lehet egy egyensúlyhoz közeli állapotban maradni, és egy egyensúlyban gazdag életet adni és élni. Tehát leszelidíteni, és ezt követően felismerte, tesz érte, ráébred, és cselekszik. A cselekvő aktivitás az állandóan, minden pillanatban jelenlevő helyes válaszadás. Volt egy esemény, egy dráma, beszól az anyám? Hát akkor rögtön az első, aki támadó, és már engem is megtámadott magzatként, és most az unokámat támadja, hogy hát lány legyen, hát ez már önmagában egy támadás. Hát fiú lett, hopp. Szóval jön utána, már Danika fejlődő iskolába, és újra jönnek a beszólogatások, akkor Tündének, hát ha jó anya szeretne lenni, és változtatni, és kiszállni ebből a mókuskerékből, ebből az újrajátszási kényszerből és predesztinációból, akkor ott helyben azonnal csírájában kezeli a saját anyját, hogy hogyan viszonyuljon az unokája, megvédi a gyermekét. Tehát cselekedni és helyes, érzelmileg intelligens választ adni. Nem feltétlenül a szívlapáttal kell odaverni, de ha éppen az van, akkor az, tehát van az a fizikai helyzet, hogy fizikailag is reagálni kell, de alapvetően, amivel egy traumát szelidíteni tudsz, az az érzelmileg helyes válaszadás. Szóval Csongor és Tünde ezt felismerte, és cselekvő aktivitásba fordította az életét. Szóval Csongor minden egyes rossz hírre, amire
nagypapa és az apja által is determinálva volt, vagy úgy tűnt eddig, mert ők arra nagyon behúzódtak, bezárkóztak. Arra önnyit, a kapcsolati nehézségre, minden ellenállás, ellenkezés, ellenefeszülés, undor, konfliktusra, az első, amit megtanít a kompjúternek, tehát ezt mondogatja magának, hogy jó, itt most megállítom a képet, már megint kezdek belemenni ugyanabba a konfliktusba, mit akarok? Hogy hogyan oldom meg? Tehát a miért nem helyett csongor felismerés rááll arra, hogy nem a miért nemmel foglalkozok. Skip. Hogyan oldom meg? Ráállítja a teljes vezérlését. Érzelmileg, beszédben, kommunikáció és gondolkodásmódban egyaránt. Így van lehetősége kiszállni ebből a mókuskerékből. Tünde hogyan dönt? Csongora, kéz a kézben. Tünde pedig úgy dönt, hogy minden támadás program, amikor csírájában felmerül az életében, rögtön átalakítja, és saját magát emlékezteti, hogy védelem, biztonság érzetet adni, megvédeni érzelmileg, helyes és intelligens kommunikációval és viszonyulással, és az a viszonyulás az legyen őszinte. Ennek mi a hozadéka? Hát Dani 12 éves, amikor rendeződik az iskolai történet, már képes és integrálódik, beilleszkedett, és működik újra. Csongor és Tünde pedig megélheti azt a helyzetet, hogy azt az életminőséget láthatja a saját gyermekét, hogy Dani lesz az az ember, aki majd képes lesz egy egyensúlyi párkapcsolatra. Dani lesz az az ember, aki képes lesz majd úgy utódlásra, hogy az ő gyermeke ahelyett, hogy karaktermaszba alkalmazkodási karaktereket venne fel és abban élni az életét, egy egyensúlyteli, saját maga által hozott programban élheti az életét, ahogy a nő tervezte. Tehát akkor mi ennek az információval való munkafolyamatnak a gyümölcse? Akár te életedben, akár Csongor és Tünde életében, mindannyiunk életében, ahogyan Csongor és Tünde megéli ezt. Hogy Csongor és Tünde formálódik, és ezen keresztül formálódott azzá az emberré, akik felismerték a mókuskerékből való kiszállás lehetőségét. Most már tudják, hogy képesek rá. Bennük van a tudás, mert megtapasztalták. Csongor és Tünde formálódik azzá a párrá, szülővé, akik cselekvő aktivitásban, összhangban, kéz a kézben tesznek elsődlegesen önmagukon a saját traumáik feldolgozásán keresztül a gyermekükért. És Csongor és Tünde formálódik azzá a nagyszülővé majd a jövőben, akiknek a születendő unokája, Dani gyermeke képes egy egyensúllyal teli életet kezdeni. Az ő indító programjában ezek a traumák már szelidített információs lenyomatként lesznek jelen. Megéri akkor ezzel dolgozni? Igen. 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 Mi kell ehhez a munka folyamathoz? Felismerés, akarat, szándék, hogy én vállalom a felelősséget, ráismertem az információ fontosságára, ráismertem arra, hogy nem tudok elszaladni előle. Hát becsukottam azt, hogy elbújtam, mondja a kisgyerek, ugye? Mert ez a program... Szóval azért ez felnőttként már másképp van. Megtalál. Ott van, körülvesz. De te ezt felismered, és cselekvő aktivitását tudod fordítani. Szeretettel kívánom, hogy hasznos legyen ez az életedbe, legyen ez is egy kulcs, vagy egy Jolly Joker kártya nálad, amit mosolyogva is tudsz használni, nem feltétlenül kell beragadni a drámákba, és megélni kríziseket csak azért, mert a traumák egy matematikai ismétlődési számtani-mérteni sorozatban krízispontként csúcsosodik. Ezzel lehet jól dolgozni, képes vagy arra,
hogy dolgozz ezen, ezekkel az életedben, és képes vagy arra, hogy rendezd és leszelidítsd. Szóval képes vagy változtatni. És ezen a ponton téged semmi sem determinál, és már nem a környezetet hat rád elsődlegesen, hanem a saját belső tiszta mag állapotod, a mag erőd, ami a szellemiséged, tehát a gondolkodásodban, a te kommunikációdban és a fizikai, testi cselekményben, megnyilatkozásaidban egy fény egyenesre esik ez a tiszta információ. Szeretettel kívánom, hogy hasznos legyen ez számodra, és kívánok neked további szép napot!